videokonferencia az elmúlt egy év legnagyszerűbb és legszükségszerűbb kapcsolattartási formája. Ma már szinte mindenki használja, a gyerekektől kezdve az idősebb korosztályig, mivel ez tudja átadni leginkább a személyes kontaktus élményét. Ha online értekezleten veszünk részt, a következő szabályokat tartsuk be feltétlenül. Hívás előtt ellenőrizzük, biztos le van-e töltve az alkalmazás telefonunkra vagy számítógépünkre, illetve melyik programban találkozunk a partnerünkkel, nehogy másik felületen várakozzunk egymásra. Ellenőrizzük le a technikai feltételeket is. Van-e internet kapcsolat, működik-e a mikrofon és a kamera? Ennek érdekében végezzünk el az alkalmazásban audio és kamera tesztet. Alkalmazzunk megfelelő világítást, nem illik a sötétben ülni, illetve nem szerencsés, ha túl erős fényben ülünk, hiszen egyik esetben sem látszik az arcunk. Rendezzük el a környezetünket. Ne hagyjunk olyan dolgokat a kamera előtt, ami esetleg kínos helyzetbe hozhat minket vagy partnerünket. Öltözzünk fel illendően, ne csak derékig, hiszen bármikor fel kell állhatnunk, illetve az újatlan ruházat sem a legmegfelelőbb viselet. Érkezzünk 5 perccel előbb, így esetleg még egy kis személyes beszélgetésre is van idő. Mindig köszönjünk, ha már többen is vannak a hívásban, a csetablakban tegyük ezt. Lehetőleg csökkentsük a háttérzajokat, csukjuk be az ablakot, ajtókat, keressünk egy nyugalmas helyet. Ha tehetjük, ne utazás közben jelentkezzünk be. Amikor beszélünk, a szokásosnál lassabban és tagoltabban kell tennünk, mivel az elektronikus átvitel torzítja a hangot. Némítsuk le a mikrofont, és csak akkor kapcsoljuk be, hogyha beszélünk. Legyünk tisztában a testbeszédünkkel. Figyeljünk rá, hogy ne mocorogjunk folyamatosan, ugyanis a kamera mindent felnagyít. Ha szólni kívánunk, jelentkezzünk. A legtöbb alkalmazásban erre külön funkcionáló gomb is van. Végül pedig a videóhívás alatt lehetőleg ne étkezzünk, de természetesen egy bögre kávé azért belefér. Legyünk online okosan!